Sziasztok, ez a motoros jogi vlog. Ebben a videóban a BMW S1000RR M Sporttal szerzett első pályatapasztalataimról fogok mesélni. Miután megvolt a bejáratás, elvittem a motort ezres szervizre, olajcsere, kivették a tiltást belőle, stb. És már mentem is a Pannonia Ringre. A motor teljesen széria állapotban maradt, tehát se áttételt nem változtattam, se kipufogó nem került rá, egyáltalán semmi, teljesen széria, egy magasabb plexi van rajta. Használt slickeket tettem rá, szokás szerint, előre Dunlopot tettem, és hátra pedig a Barta Lacitól vettem egy Bridgestone V02 soft keveréket, és ez tök jól működött egyébként, ez a gumi, szerintem ez egy nagyon jó párosítás, illetve tettem rá a tengelyvédőket, amiket a Puig-tól rendeltem. A Puig, tudod, Puig a MotoGP-ben is, vagy MotoGP-ből is ismert, nagyon profi, ilyen versenyalkatrészeket, kiegészítőket gyártó cég. Hál' Istennek van magyar importőr, a puig.hu weboldalon meg tudod nézni, hogy miket tudsz rendelni a motorhoz. Rendeltem hozzá még dektivédőket is, azokat még a Pannonia Ring előtt nem sikerült felrakni, úgyhogy teljesen széria a motor, idomok, lámpák, minden, annyi, hogy levettem a tükröket, meg levettem a rendszámtáblatartó konzolt, mert hogyha leveszi az ember ezt a rendszámtáblatartót, akkor ki lehet kapcsolni az ABS-t a pályára. Hát kiderült az első menet alkalmával, hogy azt hittem, hogy ki van kapcsolva az ABS, de valamit félrenyomtam, és nem volt kikapcsolva, csak le volt véve a leglájtosabb üzemmódra. Tehát ilyenkor a legkevésbé avatkozik közbe az első fékeken, a hátsó meg egyáltalán sem ennyire. És az a vicces, hogy már a második menetben sikerült az eddigi legjobb köridőmet elérni a Pannonia Ringen, ez 2.02 volt, úgyhogy hogy nem volt tiszta kör, itt is előzni kellett ebben a körben, és az ABS még 2.02-nél se szólt közbe egyáltalán. Viszont én úgy gondolom, hogy az ABS, ez most engem megmentett. Nem vagyok benne biztos, de a következő történt. A mentős kanyar, hátul megyünk hátra a Pannonia Ring, gyors bal, lemegyünk föl, gyors jobb. Nagyon erős féktáv, és mélyen húzzuk be fékkel a kanyarba, engedjük be a motort, és a közepéig fékezünk. És nem érkezett meg, nem találtam egyszerűen hozzá versenypályára való versenyfékbetétet. Ahol volt, ott se lehetett rendelni, nem volt raktáron, stb. Úgyhogy maradt a gyári fékbetét. Ezzel voltam a Pannonián. És azt kell tudni, hogy a gyári fékbetét az a BMW-nél nagyon erősen fog, nagyon tapad hozzá a tárcsához, olyan az anyagösszetétele a betétnek meg a tárcsának, hogy nagyon-nagyon tapadnak egymáshoz. És az utcán tök jó, mert nagyon erős fékhatást lehet vele elérni, kis kézi erőt alkalmazva. Na de a pályán ott azért jobb, hogyha több érzés van a fékben, nem fog ennyire harapósan, pont ezért, hogy az ember jobban be tudja engedni a kanyarba, és jobban érezze azt, hogy mennyi fékerőt alkalmaz. Na és ez a gyári betéttel azért nem annyira egyszerű, meg hát én hozzá voltam szokva ugye a GSX-er ezresen a TRV-CRQ versenybetétekhez, és annak az érzetéhez, és az egyik féktávon, itt a mentős kanyarba, hogy fékeztem be mélyen a kanyarba, ott az eleje úgy elindult, hogy itt arrébb pattogott az első kerék. Most volt olyan életemben először, hogy ennyire durván megcsúszott volna az első kerék, mert tiszta Márqueznek éreztem magam, micsoda mentés. Aztán megnéztem a videót, annyi látszik rajta, hogy és kész. De mondjuk a videó az mindig csal. Tehát azért, ami ott a videón ilyen kis semmi extrának nem tűnik, azért az életben mindig sokkal-sokkal durvább. Meg hát nyilván sokkal durvább, hogy az ember megéli az egészet, az mindig egy sokkal nagyobb hatás. De szóval a videó sosem adja vissza azokat a fizikai erőket, meg azokat a dimenziókat, amiket amikor történnek, meg amiket az ember átél. Valószínűleg az ABS mentett meg, de csak tippelek. Tehát nyilván egy ilyen hármas kombó, hogy jó minőségű slick gumi volt elől, az, hogy az elektronikus futómű az csodálatosan működik, és valószínűleg az ABS is, ugye ez dőléstől érzékelős ABS, tehát valószínűleg az is érzékelte, hogy mi a helyzet, és belenyújtott a dolgokba, gondolom én, csak ezt nem tudom,
mert amíg a kipörgésgátlónál látod, hogyha dolgozik, mert egyfolytában villog a visszajelző a műszerfalon, az ABS-nél nem, ott ugye nem villog visszajelző, úgyhogy csak tippelek, hogy valószínűleg az ABS is itt a segítségemre volt, és hozzá kell tennem, hogy ennél a 2.02-es köridőnél egyáltalán semmilyen szinten nem zavart az ABS a pályán, tehát sehol, semmit nem éreztem. Elképesztően jó a BMW-nek az elektronikája. A kipörgés gátlója az annyira jól működik. Ezzel a Bridgestone Slick-kel olyan csúszásokat enged az elektronika, hogy az ember tiszta MotoGP pilótának érzi magát, és a végén már átálltam arra, hogy kopra húzom a gázt kanyarból kifelé, mert tényleg mindent intéz az elektronika. Nekem a versenyüzemmódban a leglájtosabbra volt állítva, de levettem, és még azon belül is tudsz állítani plusz 7, mínusz 7 irányba, hogy mennyire avatkozzon közben, és ez menet közben. Tök jó helyen van a gomb. Tehát a Pannonhalmi egyik leggyorsabb kanyarjában éreztem, hogy hát már sok volt az előző körökben a mínusz 3, visszaveszem mínusz 4-re, és gondoltam egyet, és a leggyorsabb kanyar közepén. Csak egy gombnyomás is. Annyira kézre áll, hogy ez semmilyen szinte nem jelent problémát menet közben. Annyira átgondolt az egész, annyira felhasználó barát, hogy az, mit mondjak, zseniális? Na nem, már megint, ez már kezd unalmas lenni. Eddig sosem értem, tehát a GSX-er ezeresen ugye nincsen semmi elektronika, a 10 éves technika ott még abban nem volt semmi, ott szépen finoman, óvatosan az embernek éreznie kellett, hogy mennyi csúszást enged, ott azért elég óvatos duhaj voltam. Itt a BMW-vel, viszont itt a mínusz 4-es, mínusz 5-ös beállításon kofra nyitva a gáz, annyira engedi az elektronika pont, érzékeli azt, hogy mennyi csúszást engedhet a guminak, és így néhol keresztbe jön ki a kanyarból, de megoldja. Hát elképesztő, hogy az ember azt hiszi, hogy tud motorozni. Ezelőtt, a pályanap előtt találkoztam Talmácsi Gáborral az Euroringen, és egy kicsit beszélgettünk erről a motorról, ugye ő is ilyennel megy, és már van vele sok-sok tapasztalata, és mondta, hogy figyelj Ádám, nem kell rajta állítani semmit. Állítsd át a Race Pro üzemmódba, ott állítsd be, hogy mennyi egykerekezést akarsz, mennyi motorféket, stb. Ezek a kipörgésgátlót, amit ott lehet. De hogy ott lehet állítani a futóművet is klikkenként, ugye elektronikusan, a menüben lehetne állítani. De mondta, hogy menjünk hozzá, hagyd úgy, ahogy van gyárilag, úgy jó, ahogy van. És tényleg, ez a gumiképből, a gumikopásból tökéletesen látszott. Gondoltam, hogy jó lesz vele menni, főleg amiket tapasztaltam az utcán, biztos voltam benne, hogy gyors lesz, meg könnyű lesz, de hogy ennyire, szóval ezt így átélni, ez ami elképesztő. Ami negatívumot találtam, az talán csak így a rezgése a magának a blokknak. Olyan, mint hogy egy ilyen, nem tudom, konzervdobozba egy halom szöget rázna az ember, olyan csúnya mechanikai zajai vannak, meg bizonyos fordulatszámon kicsit ilyen vibrációt, rezeg a kormány, meg a láttartó, mondjuk a pályán ez nem érezhető, nem zavaró. Nagyjából ennyi, amit találtam rajta eddig negatívumon. És aztán jött a Szlovákia Ring, ott egy néhány újabb tapasztalattal gazdagodtam. Egy sokkal gyorsabb pálya, sokkal erősebb féktávok vannak rajta, hosszabb egyenesek, sokkal többet számít a motorerő. Középen viszont van egy nagyon kacskaringós része, ott meg nagyon fontos a könnyed kezelhetőség, szóval ilyen szempontból elég sokrétű a Szlovákia Ring. Előző nap érkeztem meg, a
fél hét körül érkeztem, fél nyolc körül nekiálltam a motorról leszerelni a tükröt, rendszámplábla tartót, kiszerelni a kereket, elvinni gumishoz, átgumiztatni, fékbetétet cserélni. Itt végre föl tudtam rakni a Pucs deklivédőből az egyiket, mert le kellett volna szedni az idomokat, és már így is az volt, hogy most tudom, 11 volt, mire végeztem, és akkor csak az egyik oldalra raktam fel, amit idom szétszedés nélkül lehetett. Másik oldalon úgyis ott van egy ilyen gyári védő, úgyhogy az, úgy gondoltam, hogyha bármi van, akkor az elég lesz. És akkor, mire befejeztem mindent, már tök álmos voltam, mentem volna aludni, becsuktam a szerszámos ládát, és ott volt egy ekkora kis madárfióka. Na akkor cimboráimmal fészekkeresés, honnan esett ki, boxfajárat fölött, igen, ott a fecskefészek, jó, kukára fölállás, nagy nehezen vissza tessékeltük a kis madarat a fészekbe, és akkor utána végre a madármentő akció után el tudtam menni aludni. És ráadásul itt olyan nap volt a Szlovákia ringen, hogy az A csoportban motoroztam, saját tempós, saját magam tréninge, BMW-vel kapcsolatos tapasztalatszerzés, a C csoportban pedig egy privát tréninget tartottam egy résztvevőnek, Attilának, aki egyébként nagyon ügyesen és szépen ment egy ZX6-os kavával, és akkor neki is ott az elején még futóművet állítottunk, meg úgy átbeszéltünk mindent, hogy mit, hogyan fogunk csinálni, szóval elég mozgalmas nap volt, és sokat kellett menni. Úgyhogy délelőtt így én 5 menetet mentem, hogy ugye tréning, meg a saját motorozás, és aztán még délután még 4-et azt hiszem. Szóval elég sokat, és sokkal többet, mint amit egyébként egy pályanapon szoktam menni, és kevésbé fáradtam el, mint amikor a GSX-rel mentem egy normál pályanapot. Pedig mentem kb. 2-szer annyit. Szlovákia ring az egy elég fékgyilkos pálya, elég komoly féktávok vannak, és most már itt ezelőtt a pályának előtt sikerült szereznem TRV-CRQ fékbetétet. Sehol nem kaptam, továbbra sem nem lehetett rendelni, de Tana Feri a Kékhold gumiszervizben, ő talált valahol, tök jó fej volt, kikutatta nekem, hogy hol is Németországból megrendelte, úgyhogy nála végül is tudtam venni ilyen fékbetétet, és azért ezzel sokkal jobb pályázni, tehát így most tök jó volt a féktávokon. Viszont most, hogy itt már úgy tudtam úgy erősebbeket fékezni, meg jobb féktávokat venni, itt érződött az, hogy azért el tud melegedni a fék. Volt olyan, hogy bejebbült a fékkar annyira, hogy már ráhúztam ugye két ujjal fékezek, és ráhúztam a másik két ujjamra, és azért itt így a Szlovákia ringen itt az erős féktávokon ahhoz, hogy enesek végén, az egy nem annyira jó érzés. Úgyhogy ott gyorsan át kellett állnom 3 ujjas fékezéssel, akkor az is volt pár kanyar, mire azt megszoktam, hogy akkor ott hogyan fékezek, és akkor gázfék közötti átmenetet hogyan csinálom hirtelen 3 ujjal a 2 helyett. És aztán utána kiabáltottam a fékkaron, amikor kijöttem a következő menetre, és akkor nem volt már utána gond, akkor úgy 2 ujjal tudtam ismét fékezni, akkor nem volt ilyen, hogy bejövött a fékkar. De elképzelhető, hogy egy fék folyadék csere és egy felső munkahenger csere az mondjuk majd előbb-utóbb esedékes lesz. A teljesítmény leadást tekintve ez az RR, ez sokkal kevésbé agresszív, mint az előző szériák. Csalóka, mert gyengébbnek érződik. Nincs benne az a nagyon agresszív tolóerő, főleg középen, de közben meg iszonyat tempót megy. És fölül még rátesz egy kis lapáttal. Fölül nincs akkora különbség, mint mondjuk a Hondánál. Talán ott lehet, hogy azért is van akkora különbség, mert alul egyáltalán nem megy fölül meg nagyon. Itt a BMW-nél sokkal jobban ki van simítva, viszont nem olyan erős, mint a Ducati. Tehát azért a V4 Panigale azért az érezhetően erősebb. Mondjuk 100 köbcentivel nagyobb is a blokja, ott azért érezhetően több a tolóerő. De a BMW is fölül azért egy picit még megőrül a tetején egy olyan az utolsó kb. 2000 fordulaton. Illetve az egész motornak a vezethetősége, a dönthetősége, az egy vicc, hogy mennyire könnyen fordul
főleg ezekkel a karbonkerekekkel, ez biztos, hogy rengeteget számít, hogy ennyire könnyű a rugózatlan tömeg, illetve hát ugye a forgó tömeg, tehát sokkal könnyebb kitéríteni a motort az egyenes vonalú mozgásból. Amikor vittem a gumishoz a kerekeket, két szerelt kerék, az kis túlzással olyan könnyű, mint két gumi, de elképesztő. És menet közben teljesen olyan, mint egy 600-ast. Annyira könnyű vele motorozni, annyira könnyű vele fordulni, annyira könnyű vele ívet módosítani. Itt 218-akat mentem szériában, de szerintem ebben nagyon sok maradt benne. Egyrészt a pálya közepén, ott a Csigában, ott lassú vagyok, tehát hogy még csak harmadszor voltam a Szlovákia ringen, tehát még itt nekem ismerkednem kell ezzel a pályával, ott főleg a középső szakaszon, és a nap legvégén Szarka Gabi barátom egy kicsit bejött velem motorozni, és akkor ő mutatott egy pár dolgot, ő ugye megy a Magyar Kupában, meg is nyerte 2 évvel ezelőtt, elég gyorsan motorozik. Szarka Gábor Tamár úr után megyünk. Konklúzió, nagyon-nagyon jól döntöttem, hogy ezt a motort választottam. Tökéletes olyan szempontból, hogy könnyű vele menni, fizikailag kevés energiát igényel, tehát ilyen szempontból nekem tök jó, hogyha sokat kell menni egy nap, akkor ezzel a motorral sokkal könnyebb dolgom van. Az egész motorról süt, hogy olyan emberek tervezték, akik pályamotoroznak, akik tudják, hogy mi kell a pályamotorosoknak, tudják, hogy mire van szükségünk, tudják, hogy ezt hogy tudjuk a legegyszerűbben megoldani. Hát ez a tükör leszerelés, a rendszámtáblatartó leszerelés, a váltó átrakás, a kerékcsere, hogy milyen egyszerű kiberakni a kereket. Az egész úgy van kitalálva, hogy a lehető legkönnyebb dolga legyen a pályamotorosnak. Nem nagyon tervezek úgy igazán semmit módosítani ezen a gépen, majd ezt a fék kérdést még meglátjuk, hogy szükséges-e, esetleg teszek rá előre egy kisebb lánckereket, talán egy kipuffogót, hogy legyen egy kicsit dögösebb hangja, de igazából nem kell semmi. Ez a gép úgy jó, ahogy van. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, kérlek, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a Motoros Jógi YouTube csatornára, illetve kérlek, kövess a Motoros Jógi Facebook oldalon,
rendszeresen szoktam megosztani híreket pályamotorozással kapcsolatban, illetve közúti motorozással kapcsolatban is készítek időnként teszteket, illetve hasznos cikkeket, hasznos tanácsokkal, ötletekkel, motorozással kapcsolatban, pályamotoros tapasztalatokkal kapcsolatban. Csináltam most a múltkor egy olyan videót, hogy hogyan nyújts le a pályamotorozás után. Készülök majd egy olyannal is, hogy milyen edzést érdemes végezni a pályamotorosoknak, hogy a testünk megfelelő állapotban legyen és elég erős legyen és bírja a pályamotorozás kihívásait. A BMW-vel pedig gyűjtöm tovább a tapasztalatokat, és hamarosan jelentkezem egy újabb videóval. Addig is minden jót, sziasztok, ciao!